Szervusztok, szeretettel köszöntünk mindenkit, és úgy terveztük meg ezt a mostani kis elkövetkezendő 40 percet, hogy indítanánk egy omkriával, egy ommeditációval, utána az Attila tanít minket a mantra erejéről, és végül egy gajatri meditációval zárnánk, hogyha ez nektek is így kellemes lesz. Kérlek, hogy akkor kezdjük el ezt a kis omkriánkat. A gerinc aljától nyújtózkodj meg felfelé. Nyújtsd a gerinced. Vállakkal picit hátra, szedsonttal előre, fejtetővel nyújtózkodj az ég felé. Csukd be a szemed, és csukott szemmel benső fókuszod helyezd a két szemöldök közötti pontra, az agynyálcsakrára a test síkján. És lélegezz úgy, mintha a szemöldök központon át lélegeznél ki és be, mintha a szemöldök központon át lélegeznél. Érzékeld úgy, mintha a szemöldök központon át lélegeznél ki és be. Majd mintha ebben a légzés hullámban megjelenne az óm. Gondold az ómot, amikor belélegzel. Gondold az ómot, amikor kilélegzel. Lélegezz az ómmal a szemöldök központon át. Lélegezz az ómmal a szemöldök központon át. Majd, mintha az ómban megjelenne a vokális hangzó is. Gondold az ómot, képzeld az ómot, ahogyan belélegzel, és ahogyan kilélegzel. Továbbra is lélegezz az ómmal a szemöldök központon át. És zengjük együtt az ómot. Mély belégzés.
ágyazóm elcsendesedett. Finoman kérlek, nyisd ki a szemed. Kicsit föleszmélve a kezdeti meditációból. Előjáróban hadd mondjak annyit, hogy a védikus felfogás szerint ugye az abszolút igazság felé való haladásnak van egy elméleti és egy gyakorlati része. Az elméletet hívjuk úgy, hogy védanta, vagy egy összevont szó védanta, vagy a tudás vége. És ennek a bizonyítása, ha tudományosan nézzük, maga a jóga vagy a gyakorlás. Ugyan a kedvenc hasonlatom, amikor így meglehetősen rövid időben zárva kell beszélni egy ennyire összetett és hatalmas témáról, hogy képzeljük el, hogy festőművészek vagyunk és beavatjuk a vásznat. Pedig, hogyha a mantra erejéről beszélünk, akkor az bizony már nem a festmény bealapozása, hanem a részletek, a szem, a szájzug és egyebeknek a fölfestése. És az idő rövidsége miatt ugorjunk fejest ebbe a bonyolult és gyönyörűséges témába. Először is többféle megvilágosodási forma van, tehát én egy olyan részt vállaltam a mai előadásban, ami nyíltan fölvállalja, hogy nem anyagi elvű filozófiát szeretnék mondani, hanem a transzcendenciáról szeretnék beszélni ebben a rendelkezésünkre álló időben. Tehát többféle hiteles évezredek próbáját kiálló meditációs módszer van arra, hogy az ember megvilágosodjon. És ezek közül az egyik relatíve könnyen megtanulható, mégis különleges hatóerejű technika maga a mantra. Ugye a mantra egy összetett szó, kapcsolódik ahhoz, hogy úgy hívjuk az elmét, hogy manas szanszkrit nyelven, egyébként az embert is úgy hívjuk, hogy manusya szanszkrit nyelven, vagyis aki az elméjében él, a tra vagy trájaté szó pedig azt jelenti, hogy valamit megtisztítunk. Például a Gayatri mantrában is visszautal ez a kifejezés. Tehát arról fogunk most kicsit beszélgetni, hogy a nyugati tudomány 300 évvel fokozatosan egyre inkább vitatja és kétségbe vonja, hogy létezik az abszolút igazság. Tehát egy csomó mellérendelő, folyamatosan változó igazságot fogad el. Ezzel szemben a jóga tudománya vagy gyakorlata, amikor tovább lép a hétköznapi gyakorláson és magasabb tudatsíkok elérését szeretné célul kitűzni, akkor szembe találja magát azzal, hogy létezik-e olyan folyamat, ahol te vagy én lépésről lépésre a gyakorlatban, tehát személyesen tapasztalhatunk-e felsőbb szinteket. Éppen ezért, bár a jógának elsődleges fontossága a meditáció felé haladásban az összpontosítás vagy dárana, mégis kimondhatjuk a gyakorlásunk elején, közepén és végén, hogy hihetetlenül nem mindegy, hogy mire összpontosítjuk az elménket. Tehát egészen bizonyos, hogyha fejlődni szeretnénk, akkor valami olyan dologra kéne összpontosítanunk, amelyek magasabb rendűek magánál az elménél is, tehát annál a lénynél, aki összpontosít. Éppen ezért az abszolút igazságnak valamilyen hangzó kifejezését kell célul kitűznünk. Ugye a szanszkrit nyelven az abszolút igazságot hívjuk úgy, hogy Brahman vagy Parabrahman, bizonyára többen hallották ezt a kifejezést, legfelsőbb abszolút. Nem is hinnék el, hogy ez mennyire nehezen védhető filozófiai állítás a nyugati gondolkodásban, azért is kezdtem azzal, hogy bizony nálunk folyamatosan változó, relatív igazságokban él az európai értelmiség. Ennek főként az az oka, hogy nem tudja megtapasztalni, nem rendelkezik olyan eszközökkel, hogy meg tudja tapasztalni, hogy igenis létezik abszolút igazság. Tehát az előttem álló 30 percben szeretném ezt kiszedni a teológiából vagy a meséből. Amiről ma beszélünk, az épp olyan tudomány a jógán belül, mint az ászanázás, a pranajáma, vagy bármilyen más dolog. Tehát vegyük sorra, összpontosítás nélkülözhetetlen, de egyáltalán nem mindegy, hogy mire. Amikor azt mondjuk, hogy a mantra ereje, akkor valami olyan dolgon meditálunk, aminek szubjektív, szuverén hatalma vagy ereje van abban a tekintetben, hogy minket a fejlődés útjára vezessen. Arra gondoltam, hogy néhány hiteles ősi szerzőt hívunk segítségül így a mai délelőttön. Például a Patanjali Yoga Sutrákat, ugye magunk is kiadtuk szanszkrit-magyar fordításban, az idő rövidsége miatt csak ritkán idézem a szanszkritot, mert akkor kicsúszunk az időből. Azt mondja, hogy Isvara a legfelsőbb önvaló, Purusa Visésa Isvara, aki makulátlan és teljességgel mentes a szenvedéstől, az anyagi tettektől és azok visszahatásától, valamint a vágyaktól. Ez az 1.24.
Tehát, ha definiálni akarjuk az abszolút igazságot, néhány különleges dolog jellemzi. Ugye szép nyelvünkön Istennek hívjuk, de nem kell elfogadni meggyőződés nélkül, vagy spontán hittel ezt a fajta igazságot, de ha le akarjuk írni, hogy mi jellemzi az igazságot, akkor tapasztalhatjuk makulátlanul tiszta, halhatatlan, befolyásolhatatlan, és ami a legfontosabb, nem jellemző rá a szenvedés. Tehát ha keressük az okát, hogy az ember miért akar lendületesebben vagy komolyabban fejlődni, akkor akárhány századdal is vagyunk túl a jóga kiindulási történetéhez, akkor is el kell ismerni, hogy a legnagyobb komfortban is jelen van az ember életben a szenvedés, ráadásul az öregség és a halál, tehát úgy tartja a védikus kultúra a jóga legfőképpen, hogy a gondolkodó ember nem törődhet bele abba, hogy eljár a teste és az elme fölött az idő, anélkül, hogy megértette volna, hogy mi lett volna az emberi élet küldetése. Isvara az abszolút, akit semmi sem korlátoz, benne nyugszik minden tudás magja, ugye szarvagja bidzsam. Tehát azt akarom elmondani, tudom, hogy megrendítő gyorsasággal kell fölvázolni ezt a témát. Létezik az abszolút, akiben ráadásul jelen van ugye az a tudásmag, amivel én fölvehetem a kapcsolatot. A szanszkrit nyelv, jobb is, ha kiállok a jegyzetből, mert annyira kevés az idő, hogy inkább egy témát szeretnék körbevinni, nagyon egyszerűen fogalmaz, azt mondja, az ember benső lényege vagy önvalója az átman. Ezt bizonyára többen hallották. Ugyanakkor világos, hogy kell lenni egy abszolút igazságnak, ami ennek a bennünk létező csodálatos és örökkévaló lénynek a forrása. Ezt hívjuk úgy, hogy paramátma. Ma arról szeretnék beszélni, hogy például a mantrákkal, a mantra erejével fel tudod-e venni vele a kapcsolatot egyedül, te és személyesen. Nem közvetítők útján, nem könyvekből, nem előad, pedig én könyvkiadó vagyok, tehát nekem régóta megérné, hogy mindenki rohanjon és vegye a könyveket. Mégis el kell mondani nyíltan, az igazi cél az lenne, hogy mindenki, úgy elkezd, hogy pratyaksa, személyesen, mások közbeavatkozása nélkül tapasztalja a transzcendenciát vagy az igazságot. Ugyanakkor most is létezik bennünk egy benső segítő, azt mondja Patanjali mester, minden mesterek mestere, ugye szanszkritul a guru, mert felette áll az időnek, és az nem korlátozza. Arra gondoltam, hogy talán többen ismerik Vivekananda Swamit, akit egyszer megkérdeztek erről a benső mesterről, és ő nem csak kiváló jógi volt, hanem költői természetű író is, és magyarra fordítva a következő szavakat mondta. Az ember magában hord minden megismerést, és csak a megfelelő környezet szükséges azt előcsalogatni. Tanító nélkül nem lehet megismerést elérni, de vannak emberek, félistenek, akik bírják összes határainkat. Ki volt előttünk mindenek tanítója? Utolsó következtetésképpen egy tanítót kell feltételeznünk, aki a végtelen megismerés, kezdet és végnélküliséget birtokolja, ezt nevezzük mi hinduk Istennek, ugye hát ő Brahmannak hívja, vagy Paramátmának. Ha a Bhagavad Gita-t ideidézzük, van egy gyönyörű vers a 10. fejezetben, aminek a visszatérő világhírű refrény, ez a Gyána Dípéna Básvataha. Ugye magyarul így hangzik, hogy együttérzésből a szívükben lakozom, és a tudás fénylő lámpásával szétoztatom a bennük lévő sötétséget. Bizonyos szempontból, ha önök vagy én a jóga útjára lépünk, lehetetlen nem fejlődni, mert az az abszolút lény, aki bennünk van, azonnal észleli az ember törekvését a többre, a jobbra, az előrehaladásra. Tehát mindjárt látni fogják, hogy miért hozom ezt szóba. Ősidők óta tanítják Indiában, hogy nem csak objektív evolúció létezik, a hang az megmaradt, nem csak objektív Darwin értelemben vett evolúció létezik, hanem van szubjektív evolúció is. Egyébként hálával és kegyelettel ki is adtam, a 80-as években tanultam Sridhar Swamitól ezzel a címmel, hogy szubjektív evolúció, annak idején ki is adtuk a könyvét. Rövidesen felmerül egy kérdés. Nem tudom, hogy tudják, hogy India soha nem vitatta a nyugati értelemben vett evolúciót. Ott nincs ilyen teológiai háború, hogy Darwin csacsiságokat mondott, vagy ez nem igaz. Csak azt veti föl, mi a helyzet akkor, amikor a Földön megjelenik az első olyan létforma, ami szuverén módon, hogy elvonatkoztatott gondolkodásra is képes, úgyhogy hogy Viveka Buddhi, tehát megkülönböztető értelemmel rendelkezik, és ennek a lénynek már nem fizikailag kell változnia,
hanem mi családiasan mondva, hogy ne fussunk ki az időből, mi van akkor, ha szeretetben és intelligenciában folytatódik az evolúció tovább. Kérdezem, hogy követhető ez a fölvetés. Hát ugye nem az a poén, hogy még nőjön három ujjunk, vagy csak egy maradjon a klikkelés miatt. Ilyen jóslatok is vannak. És egyébként érdemes észrevenniük, hogy azért halad a nyugati értelmiség a robotika felé, mert vitatja a szívet és az intuíciót és a transzcendenciát. Tehát szerinte ezek nem létező dolgok. Mi pedig, akik a jogában előre haladunk, nem tudom, hogy utóvédjei vagyunk egy egykori gyönyörű transzcendenciának, vagy a magok ültetői egy sokkal szebb, a mainál Aurobindu szegény, ő még úgy írta, hogy Superman, nem tudta, hogy egyszer leírják majd, hogy Louise és Clark. Ahogy fordítjuk, itt is van a fordítónk, évékében fordítjuk az Aurobindu könyveket, rendre találkozunk a fejezetben, hogy az a vágya, hogy kialakuljon egy Superman, tehát hogy egy ember fölötti ember, aki nem emberként gondolkozik, hanem képes meghaladni önmagát szeretetében és tudatosságában. Tehát ma arra kaptam megbízást, legalábbis én így fogtam fel, hogy rámutassak, hogy az egyik ilyen kapcsolatteremtő módszer az abszolúttal, az maga a mantra. Ez egy nagyon érdekes dolog. De csak azoknál az embereknél, akik egy, hisznek benne, mindjárt rátérek, hogy miért, a másik pedig, hogy komoly tudást kell szerezni ahhoz, hogy hittel és bizalommal ezt gyakorolni tudjuk. Sajnos hinni kell, sokan azt hiszik, hogy a jóga is egy a vallások közül, mások meg azt hiszik, hogy sport, ez a két szélsőség. Valaki megmondott valami mást két nappal ezelőtt, azt most én bocsánat! Először azon gondolkoztunk, hogy megragadjuk az alkalmat és véleményezzük, de hogy szokták, magáért beszél. Tehát ez, egyszerűen ezzel nem is érdemes foglalkozni. Nos, ha tovább visszük a filozófiát, tehát dekódoljuk, hogy miért említettem Isvarát. Ugye Isvara magyarul is érthető, mert azt jelenti szó szerint ős úr. Egyiptomban Ozirisznek hívták. Tehát látszik, hogy volt egy őskultúra, ahol az alapokat minden nagy civilizáció még értette. A következő verszak azt mondja, hogy Tasya Vácsaka Pránavaha, ugye a Om Pránavát mindenki érti, Isvara szent neve vagy hangzó lényege a Pránava vagy Omkára. Ezért kezdtük kedves feleségemmel és alkotótársammal, ugye Judittal az Omkárával vagy Om Mantrával, mert ha megpróbálunk kapcsolatba kerülni a legfelsőbbel, és gondolkozunk kicsit a teremtésen, komolyan véve, dacára vagy csak pár percünk van, el kell ismerni, hogy a teremtés az frekvencia természetű. Bizonyára hallották, hívják úgyis, hogy Shakti Parináma. Maga a filozófia az a Shakti Parináma váda, ami azt mondja, hogy a legfelsőbb tudatosság maga mindig tanúállapotban van. Ugye a számtja szerint ugye ő a férfi elva purusaha ismerős. Ő maga nem cselekszik, nem mozdul, viszont az energiája, akit Shaktinak vagy Prakritinek hívunk, az különböző frekvencián, különböző tudatsíkokon rezeg. Tehát parináma azt jelenti, hogy kigöngyölödés. Ismerik azt a gyerekjátékot, mikor a gyerek anyós nyelvnek hívják, hogy belefújsz, és akkor egyenes, aztán pedig vissza. Tehát a teremtésnek az emberi észre szinte felfoghatatlan időtartamú kiáradása, hogy ezt hívják úgy, hogy viakta, hogy megnyilvánul, meg önmagába való visszatérése van. Ez alatt azonban mi emberek, ugye bőven kapunk lehetőséget arra, hogy a szubjektív evolúcióban meghaladjuk a testelmét, a saját anyagi életfelfogásunk. Egyébként ez létkérdés, mert látszik, hogy föléljük a világunkat. Ráadásul sivárrá tesszük az emberi kapcsolatainkat, tehát nagyon, nagyon lényeges, hogy ilyen tudással bírjunk. Amire rá szeretnék mutatni most csak egyelőre, csak az Ommot kiemelve, hogy Patanjali úgy folytatja, tegyünk fel egy kérdést, mit érthet meg az az ember, aki magas szinten gyakorolja a mantra jogát, például az Omkárát, ugye? És azt mondja, hogy így módon összpontosítva képes megérteni a benső önvalót, és a gátló körülmények vagy akadályok megszűnnek. Nagyon érdekes, hogy az elme és a test az a múltban, a jelenben és a jövőben él. Hogyha csak tudásszerzéssel vagy hittel legyőzhetnénk a múló időt, akkor a jógiknak az ősidőkben, vagy a Vedanta nagy mestereinek, vagy az Upanishadok bölcseinek nem kellett volna abba az irányba haladni, hogy van-e olyan módszer, ami a tudásnál is magasabb rendű. Kérdezem, hogy követhető-e. Világos, hogy ez lesz a dzsána vagy a meditáció, mert vagy azt mondjuk, hogy időn túli tapasztalás, vagy inkább mondjuk, hogy az örök időben való tapasztalás vagy átélés. Amit el kell érnie az embernek. Tehát mondjuk így népmesélyen szívből vegyem a sok tudást,
De ettől még benne marad a sorsunk, az életünk, a testünk, ugye hétfőn el kell menni dolgozni, és mindenki gondolkodik, hogy miért nem tudunk kitörni a szamszárából. Filozófia szerint elvileg benne sem vagyunk. Hiszen az a lény, aki te vagy, meg én vagyok, az átman, az sosincs alávetve a jelennek, a múltnak és a jövőnek. Örök transzcendenciában van, tehát valami beburkol bennünket, ami az illúzió lényegét adja. És ma én arra gondoltam a párommal, a feleségemmel, hogy megpróbálunk rámutatni arra, hogy például a mantra az olyan, mint egy kis függőleges kötél, amin ki tudunk mászni az illúzióból, egyrészt mert összpontosítunk rá, úgy hívjuk, hogy ékagra, ugye egyhegyű az elme, ha nem szétszórt az elme, hanem összpontosított, akkor gyönyörűen lehet előre haladni. Például a kisfiú koromban anyám egyszer Freudot olvasott, képzeljék el, így lett a jóga a szememben, és anyu mindig ismételte, hogy a dolgok megvalósulásának az a kezdete, hogy az ember makacsul mindig rájuk gondol. Tehát, hogyha az ember kitart az eszményei mellett, helyes eszközökkel törekszik, szüntelenül gyakorol, eltűri a kudarcokat és esetleg a késlekedést abban, hogy nem 5 perc alatt éri el a megvilágosodást, hanem úgy őszintén és küzdés vállalja, az eredmény éppen azáltal lesz rendkívüli, hogy totálissá fokozódik az összpontosítás. Ehhez viszont kéne valamilyen segítség, például a mantra. Mindenki tudja, aki önök közül meditál, mennyire nehéz elérni a kiüresedést, a semmit. Tehát azt, hogy ne történjen valami az elmében, rendkívül nehéz. Éppen ezért az egyik nagyon kedvező módszer, hogy nem a semmin meditálunk többnyire, hanem egy olyan mantrán, ami az Isvarát képviseli. Tehát Patanjali azt mondja, hogy mivel Isvarának, vagy mondhatjuk Brahmannak a hangzó lényege az Om, ha valaki erre összpontosít, mást, egy maha mantrát is hozhattunk volna, de 30 percben mit lehet beletenni? Tehát nagyon sokféle, de nem azt állítjuk, hogy csak egy megoldás létezik, de döntően, aki megtanulja az összpontosítást, annak föltárul ennek a csodálatos igének, voltak éppen mondhatjuk így a benső lényege, az avatottak kedvéért mondom, hogy vagyis keresztül jutunk az ébrenléten, az álmon, az álomtalan mélyalvás szintjén, és úgy hívja a szanszkrit, hogy turiya, ugye? És megérkezünk a negyedik valójában a bennünk lévő örökké való tudatsíkjához. De ez kell egy révkalausz, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy maga a legfelsőbbnek az energiája, ugye? A sakti vagy az omrezgés jön a segítségünkre, hogy magasabb dimenziókat érthessünk meg. Borzasztó nehéz úgy megtisztulni. Van egy gyönyörű vers, azt hiszem a 259 a Bhagavad Gita-ban, hogy az ember megpróbálhat mechanikusan, gépiesen elmenekülni az érzékkielégítés tárgyai elől, azonban az elméjében az irántuk való szomj, egyébként maga a vers, ha szó szerint fordítjuk, az étel és a szexualitás utáni állandó kínzó vágy még megmarad. És a csattanó a végén van, hogy ettől csak akkor szabadul meg, ha valami felsőbbrendű íz tapasztal. De hát ahhoz, hogy felsőbbrendű ízt tapasztaljunk, nem maradhatunk meg a cselekvés és a tudás szintjén, valahol egyszer be kéne lépni az észlelés transzcendentális dimenziójába. Ezért mondtam az elején, nélkülözhetetlen a hit és a tudás, de idővel még a tudás is teher. Tehát ugye ez az ember úszni akar, elmagyarázzák a parton, hogy ilyen a lábtempó, meg a stb. Nem mondhatom azt az edzőnek, hogy azért nem ugrok be a medencébe, mert vizes leszek. Hát ez valamilyen ára van annak, hogy az ember elszántan tovább akar lépni. Két nagyon komoly segítségünk van, hoztam egy puskát, mert az időt be akarom tartani, Úristen, oda kirakta a Zsolt azt a rettenetes órát, hogy nézzek rá. Tehát két nagyon komoly segítségünk van, azt mondja a Vedanta, hogy Sásztra Jónitvát, körülvesznek bennünket az ősi írások. Mi a feleségemmel és hogy annak idején az édesvíz kiadó egyik alapítója is voltam, mondhatod, hogy évtizedek óta próbálkozunk azzal, hogy a hiteles védikus szerzők Swami Rámától Aurobindóig minél többen eljussanak az olvasókhoz, vagy Patanjali, a Bhagavad Gita. De döntően szükség van egy másik tapasztalásra, vagy segítségre is. Én kimondom nyíltan egy vágyra, hogy te és én, tehát mi önállóan be akarjuk fogadni tapasztalati módon az abszolút igazságot. Ugye ezt hívják Shabda Brahmannak is, hogy a transzcendenciának van egy hangzó lényege. Igaz, hogy az ember ezt hangosan kezdi, mint hogyha beszélne. Végképp nincs idő arra, hogy elmondjuk, hogy a mantra jógánk az 4 dimenzión fog keresztül haladni. Hát logikusan, hiszen 4 tudatsík van, míg eléri a tökéletességet, de egy nagy problémára szeretnék rámutatni. Ebben nagyon jó lenne, ha mint
filozófiát kedvelő, irodalmat kedvelő emberek is elgondolkoznánk, egy olyan korban élünk, ahol semmi sem szent. Például, amikor Darwin megalkotta, és higgyék el, hogy a jógához tartozik, még csak nem is közvetve, amikor megalkotta a saját elméletét, egyetlen nagy problémát talált, mi legyen az emberi nyelvvel. Annyira rendkívül és különleges, hogy az ember beszél, ahogy gondolkodik és kifejezi magát, hogy az valami hihetet. Azt fogják hinni, hogy humorizálok. A madarak énekéből kifejti a könyvében, mai napig ezt tanítják egyetemi szinteken is, hogy de hát az állatok is tudnak beszélni, szerinte a kutyák is több szót ismernek. Végül a fő bizonyíték a gímszarvas lett, a szarvasbika. Mert minél mélyebb hangot tud adni, annál jobban vonzza a teheneket, tehát a kamasz fiúk mutálása az ezzel van, és így tovább, a lényeg az, hogy az ige, a nyelv, tehát maga a legnagyobb szentsége, hogy az ember beszélni tud, az tökéletesen profanizálódott. Holott még a védikus írások azt mondják, például a Bhagavad Gita, beszéd fegyelmezése abból áll, hogy az ember igazmondón, jót akaróan, kedvesen, másokat nem sértve szól, és az ősi írásokat rendszeresen idézi. Tehát ez volna a szakrális beszédnek a kultúrája. Gondoljanak bele, ha a két legszentebb dolog, a szerelem és az Isten, az káromkodás formáját ölti a nyelvben, hogyan fogunk eljutni odáig, hogy a mi beszédünk mantrává váljon? Ugye? Tehát valójában keresztény nyelven az ígét kéne kifejeznie. Azt hiszem, a papok hordanak ilyen fehér sávot, ami jelzi, aki mélyebben ismeri a jóga dimenzióit, tudjuk, hogy a megvilágosodás első szakasza az a torokcsakrában van, hiszen ahogy az édesanyánk táplál, mikor megszülettünk az annamaja kósában, a gyökércsakra világában, úgy érkezik meg a lelki tanítómester, vagy az égi inspiráció. Egyetemi tanár kollégáim tanítják, hogy még az intuíció is vegyi folyamat. Elképzelem, hogy beadtak Petőfinek egy kis vegyi anyagot, és mindjárt azt mondta, hogy még nyílnak a völgyben a kerti virág. Tehát hallatlan egy jóginak, vagy egy védnantinak, nagyon éberen kell figyelnie, hogy mi zajlik nyugaton a gondolkodásban, a filozófiában, hiszen a fiatalok nem kapnak segítséget abban a tekintetben, hogy igenis van alternatíva, a transzcendens elérése, én csak ennyit szerettem volna mondani, az ugyanúgy tudomány, mint a fizika vagy a matematika, és nem is biztos, hogy akkora a távolság közöttük, mert azt mondom, hogy kvantumelméletek, és már is ott vagyunk, hogy az igazi fizika a transzcendencia felé tart. Tehát amikor anyagot már nem talál, amikor energiát már nem talál, és a részecskék intelligens viselkedést mutatnak, ezek a legnagyobb megtérők a világon, csak nem halljuk őket. Tehát a jógában a személyes tapasztalás és a tudomány nem mond ellent egymásnak. Ugye a kedvencünk a Védanta, hadd idézzek egy gyönyörű konklúziót, amivel én is össze szeretném foglalni nagyjából a kis mondandómat, azt mondja, a kinyilatkoztatott írások, tehát a srutik elismerik a Brahmant önmagán meditáló önvalóként, és mások is azt tanítják, hogy így módon megvalósítható. Mivel úgy kezd, hogy aparóksa gyána, tehát közvetlen észlelés, ha csak annyit megért valaki, hogy ugyanaz a lény van benne, mint akiből a világ kiárat, akkor nem rövid az emberi élet, nem tudom, hogy követhető-e. Magamat, és erre született a jóga, van időm megérteni. És ezért nagyon fontos az egészség meg a hosszú élet. Tehát fontos, hogy be tudjunk futni a célba, a kikötőbe, nem? Tehát ha megfigyeljük, hogy a jóga milyen gondoskodó a mozgáskultúrában, a táplálkozásban, a légzésben, de miért? Mert idő kell a szamádihoz. Hát ha tönkreteszem a testem és a mentális egészségem, ha tele vagyok családi vagy párkapcsolati zűrzavarral, hát felemészti az emberek életét. Hát ha rendbe tettük az életünket, a felszabaduló energiákat pedig összpontosítani tudjuk, de az ilyen embernek különleges segítség, ha megérti például a mantra jogát, még egyszer őszintén kiemelve, hogy nem csak egy megvilágosodási forma léte, tehát nem dogmázni akarunk, de az egyik leghitelesebb ez. Arra gondoltam még a legvége előtt, hogy ugye a szutráknak különleges stílusa van, azt mondja a Shiva szutrák, hogy csittam mantra. Ugye csittam azt jelenti elme vagy tudat, de bizonyára tudják, hogy inkább jungiánus értelemben. Tehát a csittam azt jelenti, hogy az örökké való elme. Nem tudom, hogy mennyire ismerik a lélekvándorlásnak a valóságát, de maga a lélek sohasem vándorol. Tehát mi mindig ugyanazok vagyunk. Van egy különleges részünk, ez a csitta vagy tudattalan, ami viszont tartalmazza a korábbi életek szamszkáráit, fájdalom és gyönyör mintáit, amiből minden életben már az anyamévben kihajtanak a hajlamaink. Amit én mondani szeretnék, csak hogy ezek dinamikusak, vagyis meg lehet változtatni őket. Az életünk nem lesz feltétlenül könnyű,
De pont az a fantasztikus a jóga folyamatában, hogy nem vagy köteles beletörődni abba, hogy hát Isten ilyennek teremtett, tegyük fel, valaki ezt elfogadja, engem is fogadjanak el, ezt már úgysem lehet megváltoztatni. Szerencsénkre nem így van. Tehát még a karma is dinamikus, ugye a hozzáállásunk fogja eldönteni, hogy mire visszük az életben. Ezt a két szót azonban, mikor törtem a fejem, hogy fordítsam le, filozófiai értelemben jelentősen ki kell bővíteni, és akkor a magam részéről valahol itt hagynám abba, nem szívesen, mert most jönnék bele. És azt mondja az egyik megoldás, hogy a jógi elméje vagy tudata, tehát a citta, a legfelsőbb valóság transzcendentális hangvibrációjává válik. Tehát a cittánk vagy elménk egyesíthető a fájdalommal, a szenvedéssel, a kényvágyal, blablabla, bla, ami az életben van, de ha te és én ugye, jógivá válunk, egyesíthető az abszolúttal is. Ma egy kérdésre tudtunk válaszolni, hogyan? Hát például a mantra olyan erővel tisztít, és tolja ki, egyébként nem könnyű jóginak lenni, emiatt önök biztos tapasztalták többször, hogy ahogy fejlődünk a folyamatban, a tudatunk felé tart az, ami eddig elnyomott volt. Néha az első években, vagy évtizedekben még kellemetlenebb is lehet gyakorolni, mármint a mentális síkokat is, mintha az ember nem csinálna semmit, mert ugye nehéz kimondani, hogy ez mindben nem van. Ugye az ember reménykedik, hogy jobb, mint ami általában kiderül. Na de nem a semmiért csináljuk, hanem ennek a borzalomnak a helyét elfoglalja a fény, a tisztaság. Valóban, és hát a rendszeres mantrázás azt jelenti, hogy a hallható frekvenciáról a fénnyel való egyesülésig eljutunk. Hát minden nagy nép azt mondja, megvilágosodás, felébredés. Tehát a maga a szó mutatja, hogy mi történik bennünk. És hát talán még érdekes lehet egy másik típusa ennek a fordításnak. Az elmetudatosság egyfajta rezgés, melynek természete a mantrában fejeződik ki. Tehát ha én összpontosítok, és hiteles a mantra, ezért is olvastam, hogy valójában kell egy tapasztalt mester vagy tanító segítsége. Tehát hogyha én összpontosítok, és egyé tudok válni a mantrával, a mantra el fog vinni ahhoz a lényhez, akit egész életemben keresek, ez pedig pont a bennem lévő örökkévaló vagy átman. Hát szó szerint áthidalja a fizikai vagy anyagi én, úgy hívjuk, hogy ahamkára, én képző szanszkrit nyelven. Ugye a testelme igényei és vágyai közötti űrt a transzcendencia irányában. Különben marad a teológia. Ugye a teológia kicsit magyarázkodni kezd azon a szinten, ahol elmarad a tapasztalás. Jó fölvetései lehet, hogy igenis, úgyhogy hogy anumána, hogy kikövetkezteti, hogy léteznie kell léleknek abszolútnak, stb. Valami lelki értelme van az életnek, de nem tudja bizonyítani. A jóga egyébként egyre többen kötik össze a bajszukat a jógával emiatt a teológiai oldalról, hogy a rémületet okoz, hogy itt egy komoly ember az nem csak filozófiát olvas, nem csak a teológiát vagy a vallásokat ismeri, hanem be tud lépni ezekbe az igazságokba. Tegyük hozzá a kis humorral, nyilvánvalóan nem démonokat találsz, ugye? hanem önmagadat, ami nem egy rossz dolog. Tehát búcsúzol még egy... Fogadjanak el egy verset a Csándogja Upanisádból, és akkor visszaadnám Virincsinek, Juditnak a szót. Azt mondja, Gayatri vá idam szarvam, bútám yadidam kincsa. Azt mondja, Gayatri valójában az összes lény, szarva búta, aki csak létezik. A szó bizony Gayatri, és az összes élőlény önnön megszabadulása véget zengi. Hát ezzel csak azt szeretném mondani, talán megkérem majd Juditot, hogy pár szót mondjon a Gayatriról, hiszen egy külön albumot is csináltunk erről, hogy én csak annyit mondanék el, hogy úgy néznek ki a Gayatri mantrák technikailag, hogy nem mindenki tudja azonnal megérteni magát az Om Pránavát, vagy csak azon meditálni. Ugye a Gayatri az mind a 7 csakrán keresztül jött, hogy ez az Om Burbhuva, Svatat, Savitarva, Rinyan, Bhargo, Devasya, Dhima, Hidya. Tehát minden egyes problémával, minden nagyon is emberi küzdelemmel megbirkózik. Ha megfigyelik, az alsó 3 csakra miatt vagyunk emberek és fizikai lények. Ugye a gyökércsakra, pénzügyek, ha van köztünk pszichológus, mindjárt mondaná, hogy harcolj vagy menekülj. Második csakra szexualitás, házasság, gyerekek. Logikus is, a harmadik pedig a politika, a pratista, a küszködés, a másik ember fölé kerekedés. Ja, van egy fordulópont, a szívünk, a szeretet, a bhakti, és ha megfigyelik, az alsó 3 csakra visszatér a felső fokon. Ugye? Ez az ige, nem csak kenye, itt indul a mantra megértése. Ha értek valamit, akkor úgy is fogom látni.
bizonyára értik a harmadik szemmel kapcsolatban, és ha helyesen látom a dolgokat, akkor a Brahma Bhuta Prasannátma, ugye a Brahmannal való örömteli egység, a megvilágosodás nem maradhat el. És akkor átadnám a szót. Köszönöm szépen. Ezután a csodás gondolatok után egy kis gyakorlati résszel szeretném folytatni egy pár perc erejéig, hogy felmerülhet bennünk a kérdés, hogy akik nem gyakorlott mantrázok még, hogy hogyan mantrázzunk, hogy hogyan kell mantrázni, mi is az a személyes mantra. Mantrázni úgy kell, ahogy a mesterünk mondja nekünk, és azzal a mantrával, amit a mesterünktől kaptunk, és ez lesz a személyes mantránk. De hogyha nincsen még gurunk, nincsen mesterünk, nem döntöttük még el, vagy nem találtunk még olyan jogairányzatot, ahova szívesen dedikálnánk önmagunkat, akkor pár gondolatot mondok, hogy hogyan érdemes elindulni. Először is a mantra választás, ez egy nagyon-nagyon fontos, hogy milyen mantrát választunk. Hát olyan mantrát válasszunk, ami emeli a tudatunkat, ami szatvikus, ami fejlődésünket támogatja, ami emeli a lelkünket. Például ide tartozik ez a Mesterhármas, az Om mantra, amiről Attila beszélt, a Mahamrityunjaya mantra, illetve a Gayatri mantra. Ez a Mesterhármas, amelyik ezek közül bármelyik mantrát gyakorlod, mind a három mantra a megvilágosodás felé vezet, tehát a megvilágosodottságunk felé vezet. Nagyon-nagyon fontos a mantra kiejtése. Miért fontos? Azért, mert megfelelő, tehát fontos, hogy érthetően és hibátlanul ejtsük ki a mantrát. Hogyha túl gyorsan mondjuk, akkor a kiejtés torzulni fog. Hogyha pedig lassan mondod, akkor eltérül a figyelem. Tehát akkor mindenre fogsz gondolni, csak nem a mantrára. És egyik sem megfelelő. Testhelyzet. Milyen testhelyzetben gyakorolj? Hát legjobb olyan testhelyzetet felvenni, amit azért hosszasabban ki tudsz tartani. Ez egy keresztezett ülésnek bármelyik formája lehet. De hogyha a csípőd nem elég laza, akkor széken is ugyanúgy gyakorolhatsz. Fontos az, hogy mozdulatlanul tudj ülni a mantrában. Még egy dolog, a tudatfókusz. Tehát, hogyha leülünk mantrázni, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy az alatt, az idő alatt a mantra legyen a tudatunkban. Tehát nem a gázszámla, nem a akármicsoda, hanem az legyen a tudatunkban, amiért leültünk gyakorolni. A rendszeresség. A mantra meditáció is csak akkor működik, ha gyakoroljuk, és hogyha rendszeresen gyakoroljuk. De azt hiszem, hogy ez nem újdonság, mert kevés olyan dolog van, amiben az életben eredményt tudunk elérni, anélkül, hogy a befektetett munka rendszeresen ott ne lenne. Tehát a mantra meditáció is ilyen, hogyha gyakorlunk, akkor lesz eredménye, az biztos. És még egy dolog, amit ide szeretnék mondani, hogy a mindennapi rutin kialakítása. Az elménk úgy működik, hogy szereti, hogyha vannak ilyen stabil pontok benne, hogy reggel ezt csinálom, azt csinálom, amazt csinálom. Hogyha kezdő gyakorlók vagyunk, akkor érdemes reggel vagy este betenni a mantra meditációt, amikor már a család alszik, vagy legalábbis nem zavarnak minket. Érdemes először kevés idővel tenni, ami meg tudsz fogadni, hogy ez fog menni. Mondjuk 10 perc. De az alatt, a 10 perc alatt a tudat fókuszott legyen. Tehát arra figyeljünk, amit csinálunk, és teljesen nem másra. Hogyha már megy ez a 10 perc reggel vagy este, akkor érdemes kitolni az időt. Tehát első mindig a minőség, hogy az a gyakorlásod az egy olyan minőség legyen, amiben előre tudsz menni. És hogyha megvan a minőség, utána tudod kiterjeszteni az időben. Jó, én ennyit szerettem volna mondani így a gyakorlásról, és zárásképpen szeretném, hogyha egy Gayatri meditációval, egy zenés Gayatri meditációval zárnánk ezt a mi kis időnket, és itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy most jelentettük meg ezt a csodálatos albumot Gayatri Sound Connections címmel, ami tartalmazza a Gayatri mantrán kívül a 7 csakra Gayatrit, illetve 12 istenségnek és istennőnek szóló Gayatri mantrát a fejlődésünk segítése érdekében. Jó, akkor szeretném kérni, hogy egyenesítsd újra a gerinced. És belső fókuszod, helyezd az agnya csakrára, tessék ilyen. Zengjük együtt a Gayatri mantrát.
Istenségén fény atyán keresztül árad, és aki az univerzumot teremtette és táplálja az égi és földi lényeket, azon, aki minden nehézséget elhárít, bűnt és tudatlanságot megtisztít és növeli az életerőt. Kérjük a napkorunkban megnyilvánuló fény világanyát, hogy világosítsa meg elménket és tisztítsa meg szívünket, hogy Isten megvilágosító fényében élhessünk. Ez volt a mantra tartalma Bakos Attila fordításában. Köszönjük.